Sziasztok! A mai az egy kicsit kötetlenebb beszélgetős videó lesz. Erre most nem is készültem annyira rá, nem is a nagy kamerával veszem fel, hanem a pici vlogolós kamerámmal, sőt igazából erről a témáról egy heti vlogban akartam beszélni, de aztán úgy voltam vele, hogy szerintem megír egy külön videót. Olyan dolgokról fogok ma beszélni nektek, amiket megbántam, vagy mai fejjel már máshogy csinálnék a gyerekekkel kapcsolatban. Ezekről nem szívesen beszél az ember, hiszen nem szeretjük bevallani azt, hogyha hibáztunk valamiben, vagy utólag úgy gondoljuk, hogy már nem úgy csinálnánk, ahogy csináltuk, de én mégis fogok ezekről most mesélni nektek. Remélem, hogy lesz olyan, akinek ez hasznos lesz, esetleg tud ebből tanulni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor mindenféleképpen maradjatok velem, és hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor tegyétek meg, hiszen minden héten jövök új videóval, egyszer heti vlogban, egyszer valamilyen szépségápolással kapcsolatos videó, aztán babamama téma, mint ahogy a mai is, úgyhogy próbálom így variálni a témákat. Na de nem is húzom tovább az időt, hanem vágjunk bele, mert attól tartok, hogy ez egy hosszú videó lesz. Ezért így szeretném előre leszögezni, hogy olyan nagyon kardinális dolgokban nem gondolom, hogy tévedtem volna, vagy hogy máshogy csinálnám. Félreértés ne essék, egyáltalán nem gondolom azt, hogy tökéletes anya lennék, és mindent szuperül csináltam. De alapvetően én azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon nagy dolgokban, vagy amik számomra olyan nagyon fontosak, olyan dolgokban nem hibáztam, és nem csinálnám másként. De azért van néhány apróság, amit így utólag másként csinálnám. Az egyik ilyen dolog az a hozzátáplálás, mégpedig Lilinél. Annak is egy konkrét időszaka. Ugyanis a hozzátáplálás Lilivel egészen jól indult, jól fogadta az új ízeket, meg az új textúrákat, de aztán volt egy időszak, ja egyébként Vince köhög, alszik, de sajnos valami miatt ilyen száraz köhögése van most. Volt egy időszak Lilinél, nem emlékszem már, hogy mennyi idős volt, de szerintem talán valamikor egy éves kora után lehetett ez már, amikor egyszerűen nem akart enni, és általában az ebéddel voltak problémák. Bármit adtam neki, bármilyen formában, bármilyen, nem tudom, csellel, vagy trükkel próbáltam úgymond ehetővé tenni neki az ételt, egyszerűen nem akarta elfogadni, és egy alkalommal valamit meg akartam nézni a tévében, már nem tudom, hogy mi volt az, de lényeg, hogy be volt kapcsolva a tévé, közben elkezdtem etetni Lilit, és azt vettem észre, hogy nézi a tévét, és közben eszik. És én ennek nagyon megörültem, hogy úristen, hát eszik a gyerek, tök jó, megette az egész tányérral, és akkor úgy gondoltam, hogy hát, hogyha úgy eszik a gyerek, hogy közben tévét nézik, akkor nézze a tévét, de legalább eszi. Egyébként ő amúgy nem nézett akkor még tévét, és nem nézhetett tévét, de ebédnél bekapcsoltam neki a tévét, és így etettem. Aztán észrevettem azt, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy mit adok neki ebédre, oda se néz, hogy mit eszik, a tévét bámulja, és nem érdekli, hogy mit eszik, csak így lapátolom neki befele. Rájöttem, hogy ez így nem oké. Tehát az, hogy gyakorlatilag nem is nézi, hogy mit eszik, nem látja az ennivalót, nem látja a színét, nem látja, hogy hogy néz ki, nem tudja, hogy mit eszik, mert közben a tévét bámulja. Szóval rájöttem, hogy ez így nagyon-nagyon nem oké, és akkoriban olvastam olyan cikkeket, amik arról szóltak, hogy ez, hogy a gyerek tévé mellett eszik, ez akár későbbi táplálkozási zavarokhoz is vezethet. Na most én ettől borzasztóan beparáztam, mert én nem akarom semmilyen szinten, hogy az én lányomnak táplálkozási zavara legyen. Na és akkor eldöntöttem, hogy erről le kell szoktatnom, hogy ő tévé mellett eszik, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, de sikerült leszoktatnom róla, és ennek nagyon örülök. Nagyon megbántam, hogy annó bevetettem ezt a cselt, hogy tévé mellett etetem, mert egyszerűen nem ismeri meg az ételt. Úgyhogy erre a mai napig próbálok nagyon odafigyelni, hogy evés közben ne menjen a tévé,
nem is nézünk egyébként olyan nagyon tévét, persze Lili nyilván most már azért néz meséket, de nem az van, hogy állandóan is egyfolytában megy a tévén nálunk, és azt meg pláne nem akarom, hogy főleg ilyen közös családi étkezések közben menjen a tévé. Tudom, hogy van, akinél ez így van, és ezt szokták meg, és ezt szeretik, de én nem szeretném, hogy menjen nálunk a tévé evés közben. Úgyhogy ezt nagyon megbántam, hogy annó Lilit tévé mellett vagy tévére etettem. A másik dolog, amit szintén megbántam, és ez szintén Lilivel kapcsolatos, nyilván ugye mivel nálunk ő az első gyerek, így nála azért még kevesebb tapasztalatom volt, kevesebb mindent tudtam, tehát nála volt úgymond a több hibázási lehetőségem. Szóval a másik ilyen dolog, amit megbántam, az az, hogy nem hordoztam Lilit. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy megpróbáltam, de amikor én őt hordozni szerettem volna, akkor ő már olyan 7 vagy 8 hónapos volt nagyjából, és hát akkor ugye ő már nagyon mozgott, nagyon mászott mindenfele, tehát ő akkor már pörgött ezerre. Lehet, hogy nem is a legmegfelelőbb eszközzel próbálkoztam akkor, mert hogy valamilyen csatos hordozót, nem kengurút, de egy csatos hordozót próbáltam ki vele, és valahogy nagyon nem passzolt bele, nem sikerült jól beállítanom, nem szeretett benne Lili, ráadásul nyár volt, tök meleg volt, szerintem azt se tetszett neki, hogy így melegítettük egymást, meg összeizzettük, szóval nagyon-nagyon nem jött be neki, és akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor hagyjuk ezt a hordozást. Én azt gondolom, hogy már sokkal előbb kellett volna ezt megpróbálnom vele, és valamilyen más eszközzel, akár több eszközt is kipróbálni. Ugye Vincét hordoztam, így az első hónapokban, amikor még ugye kisebb volt, nagyon nagy segítség volt nekem, mivel ugye Lilivel mentünk az utcán, fogtam a kezét, Vince meg ugye rám volt kötve, és ez így tök jó volt, hogy szabad volt mindkét kezem. Hasznos lett volna Lilinél is, hogyha használtam volna valamilyen hordozót. Biztos, hogy nem lettem volna ez a hardcore hordozós, aki mindenhova hordozóval megy, és egyáltalán nem vesz babakocsit, és van 20 féle kendője, meg mindenféle hordozója, de én azt gondolom, hogy tényleg tökre nagy segítség tud lenni, hogyha nyűgös a gyerkőc, és magadra tudod kötni, de közben azért még tudsz tevékenykedni, hiszen szabad a kezed, meg hát ugye tök jó a testi közelség, akár ugye betegség esetén is, hogyha nyűgös, akkor tényleg nem kell a kezedben vinni egyfolytában, ami azért ugye nyilván fárasztó tud lenni egy idő után, meg hát tényleg nem tudsz semmit csinálni, hogyha ott van a kezedben a gyerek, de hogyha magadra kötöd, akkor mégis érzi a közelségedet, de azért tudsz csinálni egy-két dolgot közben. Szóval igen, ezt megbántam, hogy Lilinél nem próbáltam ki korábban a hordozást, de ahogy mondtam, ugye Vincénél ez már megvolt, és Vincével használtunk egy ideig hordozót, és szerintem egy nagyon hasznos és nagyon jó dolog. A harmadik dolog, amiről szó lesz, az a bölcsi vagy családi napközi, ami egy nagyon megosztó téma. Nyilván itt most nem arról az esetről van szó, amikor anyukának vissza kell mennie dolgoznia, és emiatt kell beadnia a gyermekét bölcsödébe, a családi napközibe, hanem arról az esetről van szó, ami ugye nálunk is fennállt, hogy ugye megszületett Vince, tehát itthon voltam vele, viszont Lilit 2,5 évesen, hát ilyen családi napközi szerűségbe adtam, én mindig igazából bölcsinek hívom az egyszerűség kedvéért, de ez inkább egy családi napközi, és tudom, hogy ez sokak szemében elítélendő dolog, hogy hát minek adom a nagyobbikat bölcsibe, mikor itthon vagyok a kicsivel, tehát ugyanúgy tudnék a naggyal is foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ez az egész, ez teljesen gyerek, sőt anyuka függő is. Lili egy olyan típusú gyerek, aki egyszerűen imád más gyerekek között lenni, nagyon szereti a társaságot, imád velük játszani, pörögni, rohangálni, és valószínűleg pont emiatt semmi gondom nem volt a beszoktatásnál, tényleg konkrétan egy nap alatt beszokott a bölcsibe, és valószínű, hogy ez amiatt van, mert hogy ő nagyon-nagyon igényli a társaságot, és ő nagyon-nagyon jól érzi ott magát, és emiatt reménykedem, hogy az ovis beszoktatásra, vagy az ovi kezdéssel sem lesz probléma nála. Viszont tudom, hogy vannak olyan gyerekek, akik erre nem feltétlenül érettek 3 éves koruk előtt. Úgy voltam vele, hogyha úgy látom, hogy ez nem jó Lilinek, vagy nem szereti, vagy egyszerűen nem tud tőlem elszakadni, akkor nem erőltettem volna, hiszen itthon vagyok Vincével, ugyanúgy itthon tudott volna lenni velem Lili is, de mivel azt láttam, hogy szereti, és ez neki bejön,
így úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor menjen, nekem is tök jó, hogy egy kicsit csak Vincével tudok foglalkozni, Lilinek is tök jó, hogy ott más gyerekekkel tud lenni, és lehet, hogy egyébként ezt már akár korábban is megléphettem volna, most nem azt mondom, hogy másfél éves korban, de mondjuk valamikor 2 éves kora után, mert hogy tényleg amiatt is vaciláltam, meg amiatt óckodtam ettől az egésztől, mert tudom, hogy vannak, akik ezt az egészet elítélik, és féltem, hogy mit szólnak majd az emberek, hogy hát itthon vagyok Vincével, közben Lilit meg úgymond lepasszolom a bölcsibe, és emiatt is húztam ezt az egészet ilyen sokáig, illetve azt is nagyon sokáig húztam, hogy Lili ott aludjon a bölcsiben. Mert hogy Lili nagyon sokáig heti 2 délelőttöt járt a bölcsibe, és igazából már régen ott aludhatott volna, és ott lehetett volna egész nap, csak én voltam az, aki azt mondta, hogy de hát nem, mert hát itthon vagyok Vincével, akkor megyek érte ebéd után, holott már régen ott aludhatott volna, és az az igazság, hogy Lili akart is ott aludni, tehát mindig kérdezgette, hogy most miért megyünk haza, meg ő szeretne ott aludni a többiekkel, de hát én mondtam, hogy nem, hát menjünk haza, gyere, legyünk hármasban. A másik dolog pedig az, hogy akkoriban nála eléggé problémás volt ez a délutáni alvás, és én féltem otthagyni, mert attól féltem, hogy ott is majd altatgatni kell egy órát, meg kiveri a hiszit, hogy nem akar aludni, és emiatt is húztam ilyen sokáig ezt az egész ottalvást. Ugyanakkor meg, amikor először ott aludt, semmi nem volt. Tehát, hogy így gond nélkül elaludt délután, én itthon ültem stresszben a telefon mellett, hogy úristen, mikor fognak hívni, hogy menjek a gyerekért, mert hisztizik, és nem akar aludni, és nem hagyja a többi gyereket aludni, semmilyen nem volt. Talán 2-szer lehetett olyan, hogy ő közölte, hogy nem akar aludni délután, de aztán akkor is sikerült valahogy rávenni, szóval az én, nem tudom, bizonytalanságom volt az, ami így hátráltatott ebben az egész folyamatban, holott az én drága gyermekem meg tök rugalmas volt, és tök jól vette ezt az egészet. Úgyhogy ez sajnálom, hogy ennyire a saját bizonytalanságom miatt így elhúztam ezt az egész folyamatot. Így utólag már azt gondolom, hogy nem kellett volna ennyire elhúznom ezt az egész folyamatot, meg ennyire félni attól, hogy Lili hogy reagál ezekre az új helyzetekre. De ez egy jó tapasztalat volt nekem, és nyilván, hogyha Vince bölcs is lesz, vagy családi napközibe megy, akkor figyelni fogok arra, hogy ő hogyan reagál, hogyha azt látom, hogy szereti, meg tetszik neki ez az egész, akkor nem fogom ennyire elhúzni ezt az egészet. És az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, és talán ez a legfontosabb dolog, én nagyon sokáig féltem hallgatni az anyai ösztöneimre, elnyomtam ezeket az anyai megérzéseket, nem tudtam, hogy jó-e, hogyha hallgatok ezekre, annyira, de annyira megkönnyítettem volna a saját dolgomat, hogyha merek hallgatni ezekre az anyai ösztönökre és anyai megérzésekre. Szerintem nem véletlen az, hogyha egy anya érez belül valamit, hogyha ő úgy érzi, hogy valami nem jó, vagy valamit máshogy kéne csinálni. Lehet, hogy ideig, óráig tudsz figyelni arra, vagy hallgatni arra, amit mások mondanak, de mindig ott fog motoszkálni benned az a megérzés, vagy az ösztön, ami meg mást súg. Viszont amíg másra hallgatsz, és nem a saját megérzéseidre, meg a saját anyai ösztöneidre, addig csak húzod az időt, meg telik az idő. És lehet, hogyha már az elején a szerint cselekedsz, amit súgnak a megérzéseid, akkor sokkal inkább megkönnyíted a magad dolgát. És most teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, most lehet az hozzátáplálás, lehet az szoptatás, hordozás. Nyilván első gyereknél, amikor még tapasztalatlan vagy, egy csomó mindent nem ismersz és nem tudsz, akkor nyilván kételkedsz saját magadban, meg abban, amit súgnak az anyai ösztöneid, de mégiscsak anya vagy. Azzal, hogy született egy gyermeked, anya lettél, még akkor is, hogyha egy csomó mindent nem tudsz, és egy csomó mindent majd csak útközben fogsz megtanulni. De szerintem pont ez is a tanulási folyamatnak a része, hogy hallgass a megérzéseidre és az ösztöneidre, a te gyermeked, te ismered őt, te tudod, hogy milyen, te tudod, hogy mi a jó neki, és nyugtasd meg az anyai ösztöneidet azáltal, hogy te megtetted azt, amit te helyesnek éreztél. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy hasznosnak találtátok, lehet, hogy picit összefüggéstelen voltam, de azért remélem, hogy átjött a lényeg. Én azt gondolom, hogy nem szégyen azt beismerni, hogyha hibáztunk, vagy
így utólag már azt gondoljuk, hogy másképp csinálnánk dolgokat, ezekből is lehet tanulni, úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha kommentben megosztanátok velem, illetve a többiekkel, hogyha nektek van olyan dolog, amit másképp csinálnátok a babázással kapcsolatban. Nem azt akarom, hogy itt most betámadjuk egymást, hogy ki mit, miért csinált rosszul, hanem szeretném, hogyha kialakulna egy beszélgetés, és tanulhatnánk egymás hibáiból. Mondjuk. Ha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék, hogyha nyomnál egy lájkot, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!